Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveget és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a tilos.hu-n. És majdnem azt mondtam, hogy és a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, de tegnap óta ez már nincs így. Reméljük majd újra így lesz, de addig a tilos.hu-n hallgathatják a Sokolébresztőt, és ez valóban a Sokolébresztő című műsor, az én nevem pedig Dr. MZ/X, vagyis Vince Miklós. Minden ellenére természetesen a Tilos Rádió nem hallgat el, és nem hallgat el a Sokolébresztő sem, és az utóbbit, mert hogy a Sokolébresztő nem hallgat el, azt az is indokolja, hogy hát rengeteg érdekesség történik az űrkutatás és az űrtevékenység világában, ezekben a hetekben. 2 hete azzal búcsúztam el, hogy milyen nagy korszak következik el hamarosan, és valószínűleg, mivel hogy akkor úgy tűnt, hogy az SLS-nek, vagyis a hatalmas nagy amerikai rakétának a startja, az pont olyan hétre fog esni, amikor nincsen Sokolébresztő, ezért mondtam, hogy hát sajnos erről ilyen módon le fogunk maradni, és hát valóban be is ütemezték 1 héttel ezelőttre, vagyis múlt hétfőre a startját ennek a gigantikus rakétának a Kennedy űrközpontból, konkrétan a 39B jelű történelmi indítóállásról, ahonnan rengeteg minden indult, és hát valószínűleg még fog is indulni, és hát kigördítették oda ezt a rakétát már hetekkel korábban, és elkezdték az üzemanyaggal feltöltését annak rendje és módja szerint, én pedig csatlakoztam a Space Junkie csapatához, a YouTube-on elkezdtük élőben közvetíteni a startot, és eléggé úgy tűnt, hogy bár az időjárási körülmények nem voltak éppen a toppon, tehát ahogy ez Floridában lenni szokott, így egyik pillanatra a másikra hirtelen a semmiből elkezdtek eső cseppek megjelenni például a kamerának a lencséjén, tehát ez mindegy, ez ilyen, tehát a Kennedy űrközpontban ez mindig benne van a pakliban, de azért úgy tűnt, hogy elég rendesen mennek a dolgok, bár volt azért némi aggodalomra okot adó előjel, ami bizony már az elején azt sejtette, hogy nem biztos, hogy ebből aznap lesz start. Tehát még egyszer, ez ugye augusztus 29-én történt, vagyis 1 héttel ezelőtt. Na most arról van szó, hogy ezt a rakétát meg kell tankolni az üzemanyagával. Hidrogén és oxigén az ő üzemanyaga, ami a jól ismert durranógáz elegyet alkotja. Ugye a hidrogén és az oxigén egymás jelenlétében egymásra hevesen reagálnak. Ugye nyilván az reakció eredményeként víz, H2O keletkezik. Na most persze, ez így van. Viszont a reakció egyébként igencsak heves, és az űrtevékenységben rengetegszer használták, például ugye a Saturn 5-nek is, hát ha nem is az első, de a második és a harmadik fokozatai annak a rakétának, ami eljuttatta az embert a Holdra 50 plusz évvel ezelőtt. Bizony, az is ezt használta, aztán ezt használta maga az Apollo űrhajó is, a Space Shuttle programban is használták, egyébként a szovjet programban is használták, aztán a szintén szép reményű energia rakétához, amely aztán még sajnos 2 egyébként teljesen sikeres tesztrepülés után nem repült többet, mert nem volt rá pénz, aztán meg összeomlott a Szovjetunió. Szóval igen, a hidrogént elkezdték betankolni ebbe a rakétába. Most a hidrogént tankolni amúgy egyébként nem annyira egyszerű, mert mint jól tudjuk, hogy a hidrogén az gáz, tehát az, hogy a hidrogén folyékony üzemanyag formájában legyen jelen, ahhoz optimálisan mínusz 253 Celsius fokra le kell hűteni, vagyis alig 20 fokkal az abszolút nulla fölé, ami hát elképesztően hideg, és ezt mind-mind be kell pumpálni ebbe a gigantikus méretű tartályba, hogy aztán a szintén folyékony oxigénnel, ami csak, idézőjel bezárva, csak azt hiszem mínusz 180 fok körüli, ezt a kettőt összeeresztve, lehetőség szerint nem egy robbanásban, hanem nagy tolóerejű kiáramlásban egyesüljenek, és ezzel ugye emeljék fel a rakétát. Na már most, hát igen, ez volt a terv. Ehhez ugye fel kell tölteni a rakétát, ez nagyjából elég jól is haladt, tehát elég optimisták voltunk akkor a start közvetítésben. Ám de nem így kellett történnie, ugyanis már akkor arra lettek figyelmesek, hogy a megengedettnél nagyobb arányban szivárog a hidrogén a hajtóműveknél. Konkrétan olyan helyen, ahol nem volna szabad egyébként szivárognia. Tehát ugye a rakétát azt úgy kell elképzelni, hogy létezik neki egy oxidáló anyagtartálya, az oxidáló anyag ebben az esetben a folyékony oxigén, létezik egy üzemanyagtartálya, ez esetben a folyékony hidrogén. A kettőt egy turbópumpa mind a két óriási tartályból összeereszti egy égéstérbe, ahol tehát ezek találkoznak egymással, és ott jön létre maga a reakció, és ugye ott az már a fúvókához vezet, a nagy hajtómű haranghoz, ami aztán ugye ott hajtódik végre lényegében a reakció az égéstérben, és akkor ott jön a kiáramlás, és onnantól már ismerjük a történetet, hogy néz ki. De most persze, nyilván ez egy óriási nagy vezetékrendszer, nagyon sok helyen a NASA felszerelt ilyen érzékelőket, hogy ellenőrizzék a nyomás, eséseket, a szivárgást, és persze elkerülhetetlen, hogy egy ilyen 100-valahány méter magas monstrumban levő, nem tudom, ilyen kilométernyi nagyságrendű, hosszúságú vezeték, ilyen vízvezetet, nem víz, hanem szal. Mindegy, szóval üzemanyagvezetékrendszerben ne történjen szivárgás, különösen ha a hidrogénről van szó, ugye a hidrogén az nem véletlenül egyébként a legkönnyebb és legkisebb elem, illetve a hidrogén molekula is ugye igen pici, ami azt jelenti, hát hogy kicsit leegyszerűsítsem a dolgot, hogy nagyon könnyen szivárog. A hidrogénnek ismert amúgy ez a tulajdonsága. A NASA pedig hiperóvatos, hiszen mégiscsak egy olyan rakétának az első teszteléséről van szó, amilyen 50 éve nem volt ezen a bolygón. Tehát azért igen. Szóval, na jó, ez így egyébként amúgy majd erről is beszélünk, hogy ez igaz-e egyáltalán ez az állítás, amit mondtam, hiszen épp az említett energia rakéta, ami a Szovjetunió terméke volt az 1980-as évek végén, az bizony, hát hogyha azt nézzük, hogy mondjuk földkörüli pályára mennyi tömeget tudott pályára vinni, akkor bizony az egy picit lekörözi az SLS-t. De az biztos, hogy amerikai földön a Saturn 5 óta nem építettek ekkora dögöt, és hát az is biztos, hogy hát mint egy új rakéta esetében, ugye az első útnál mindig különösen figyelnek mindenre. Tehát aznap, vagyis hétfőn történt egy minimális szivárgás ebben a rendszerben, és hát akkor úgy döntöttek, hogy oké, halasztják. El is halasztották most szombatra. Egyébként nem csak ezzel volt hiba, persze, egyébként nagyjából 1000-es nagyságrendű hiba van mindig egy ilyen új projektnél, és ez teljesen oké. Csak vannak olyan hibák, ami kritikusnak minősülnek, akkor például nem tűnt kritikusnak az a hiba, hogy bizony az üzemanyag betöltésénél sem volt minden rendben. Tehát már amikor reggel, mármint múlt hétfőn reggel elkezdték feltankolni úgymond a rakétát, akkor is azért akadtak problémák. Például pont azzal a csatlakozóval, ami ugye azt csinálja, hogy feltölti, ami egy ilyen gyors csatlakozón, gyors leválású csatlakozónak hívják, ami tulajdonképpen rácuppan a rakétára, hogy ezt az iszonyatosan hideg folyékony hidrogént és a szintén iszonyatosan hideg, de nem annyira hideg folyékony oxigént itt szépen bepumpálgassák a rendszerbe. Szóval ehhez tulajdonképpen kell egy csatlakozó, ami aztán adott esetben gyorsan leválik, nyilván ott sem maradhat nyitva a szelep, értelemszerűen, ugyanúgy, hogy amikor egy labdát felfújunk, akkor sem maradhat nyitva a szelep. Hát itt meg ugye aztán főleg nem. És ezzel is voltak mindenféle illeszkedési problémák. Egyébként állandó szakértőnk Werner Norbi, aki most nem ért rá, de hát megírta néhány mondatban a lesújtó véleményét. Azt írta, hogy azt mondja, ez egy rendesen nagy szégyen, 50 éves technológia, majd erről beszélünk, hogy az-e, de 50 éves technológia $23 milliárd és még feltankolni sem tudják. Ha ez így megy tovább, a víztorony is hamarabb fog az űrbe jutni, ahol ő egyébként a víztoronynak egyébként nem egy igazi víztornyot hív, ugye, hanem az a SpaceX-nek a nagy rakétáját, a Starship-et. azt hívjuk mi víztoronynak, mert ugye az első tesztrepüléseknél azok még igencsak, hát inkább szerintem gabonasilóra hasonlítottak, ahogy ilyen bádoglemezekből összetákolt kísérleti ugrálásokat végeztek vele a texasi Boca Chica környékén. Na, de hát most már azért az igencsak nem úgy néz ki, mint egy víztorony, de hát a Norbi az még mindig így hívja, szóval értjük. De minden esetre érthető a Norbinak a frusztrációja, valóban nem tudják rendesen megtankolni, és ez már azon a hétfőn is kibukott, de akkor még nem találták azt a problémát kritikusnak, és a feltankolás az úgy kb. Rendben haladt. Ugyanakkor azonban, hogy a szivárgás miatt átütemezték a startot, és átrakták szombatra. Azaz tegnap előttre. Tegnap előtt ismét neki gyűrköztek, ugye magyar idő szerint este olyan tolerálható időpontban este 7-8 felé nyílt ki az úgynevezett indítási ablak, és hát most már a feltöltésen sem jutottak igazából túl rendesen, hiszen amikor újra elkezdték betölteni az üzemanyagot, amúgy ez megjegyzés, hogy azt nem hagyták, tehát ugye nyilván ezeknek nagyon hidegeknek kell lenni ennek az üzemanyagnak, ezt nem lehet kint hagyni egy hétre a starthelyen, tehát nyilván a hétfői próbálkozás után leszívták belőle az üzemanyagot, és aztán most szombaton reggel újra elkezdték szépen beletöltögetni, és hát akkor már látták, hogy akkor nem csak egy pici szivárgás van, hanem éppen a betöltőnyílásnál, tehát pont ennél a gyors ennél a tanknál tulajdonképpen, ahol tankolni kell ezt a rakettát, ugye ottan történt egy nagyságrendekkel nagyobb szivárgás. Na most arra egyébként van egy nagyon-nagyon kritikus limit. Ugye a hidrogénről, ugye gondoljunk csak a Hindenburg-Zeppelinnek a balesetére a 30-as évekből, tehát, hogy azt ugye mindenki tudja, hogy a hidrogén az rettenetesen robbanékony. Ezért aztán van egy eléggé kemény küszöbérték, hogy mennyi darab hidrogén lehet, mennyi lehet a hidrogénnek a koncentrációja a levegőben a rakéta körül. Hogyha ez átlépi, ez a koncentráció a 2%-os küszöbértéket, akkor már robbanás van. Tehát akkor már robbanás, már flammability, vagy úgy mondják, tehát gyulladás veszély lép föl. Persze nyilván ez nem azt jelenti, hogy hirtelen minden felrobban, de hát ez már igencsak veszélyes, tehát ugye ennél lényegesen alacsonyabb értéket tud tolerálni a NASA-nak a szabályzata, hogy mennyi lehet a feltöltéskor ott tulajdonképpen a tankolóhely közelében a hidrogén koncentráció, ezt is méri mindenféle műszer ott az indítóálláson, és bizony azt látták, hogy hát nyilván nem érte el ezt a 2%-os limitet, de mondjuk annak a harmada, negyede az már összejött, tehát ilyenkor már egy nagy szivárgásról lehet beszélni, és akkor egyértelműen úgy döntött a NASA, hogy most ezen a ponton megállítják a feltöltést, és bizonytalan időre elhalasztották a startot. Ami azt jelenti, hogy olyankor elkezdik kiértékelni az adatokat, ilyenkor van ez a mérnökök által fault tree analysisnek nevezett valami, vagyis hibafa elemzés. Ugye nyilván van egy tünet, egy iszonyatosan komplex, több millió alkatrészből álló, amint a Werner Norbi írt, a 23 milliárd dollárba kóstáló kis szerkezet, ugye, ami tényleg elképzelhetetlen sok hiba, vagy hiba együttes fordulhat benne elő, és akkor nyilván a mérnökök ugye neki látnak egy ilyen hibafa mentén végig haladva, hogy mi okozhatja ezeket és a többi tünetet egyszerre. Hát nyilván más tünetek is vannak, most nem kötötték mind az 1000-et az orrunkra, de mondom meg egyszer, az teljesen oké, hogy egy új rendszer első próbájánál összejön egy több ezres hibalista. Szóval azóta is vakargatják a fejüket, legalábbis akkor magyar idő szerint éjszaka, floridai idő szerint nyilván este tartottak egy sajtótájékoztatót, ahol ott voltak a project managerek, meg ugye Bill Nelson maga, aki a NASA-nak a hivatal vezetője, és hát bizony ők azt mondták, hogy hát most csinálják ezt a fault tree analysis-t, és igazából még egyáltalán nem jutottak a végére, hogy kizárják, hogy mit okozhat. A jelenség az ez, hogy volt ez a nagy hidrogénszivárgás, amire gyanakodnak az az, hogy ez a gyors feltöltő sapka ott történt valami, tehát itt tulajdonképpen egy tankolási problémáról van szó, hogy ezt a Werner Norbi is írta. Na most ennek az esetek többségében, amikor ilyesmit tapasztalnak, akkor ennek a meggyógyítása eléggé egyszerű, mert igazából van egy szűrőbetét, vagy micsoda, ami gyakran meghibásodik, ami tulajdonképpen egy ilyen, hát egy valami rugalmas anyagból készül, de nyilván nem egyszerű gumi, mert még egyszer olyan anyagból kell ezt csinálni, ami kibírja azt, hogy egy mínusz 253 Celsius fokos folyadékot úgy átfolyassanak rajta, hogy az illeszkedés ugye ne dermedjen meg. Ugye az űrprogram történetében egyébként hát bizony keserű tanulságok nyomán tanulta meg az emberiség, hogy mennyire fontos az, hogy az alacsony hőmérsékletet bíró, ám de rugalmasan szigetelő anyagokat kifejlesztenek. Gondoljunk csak ugye a Challenger katasztrófára, ahol ugye az vezetett a robbanáshoz, hogy kiderült, hogy a rakétának a különböző szegmensei közti hézagot szigetelő gumigyűrű, az bizonyos hőmérséklet alatt elveszti a rugalmasságát, és így a szigetelő képességét, ugye? És akkor végül ez vezetett ahhoz, hogy ottan szétjött a rakéta, és ez vezetett végül a robbanáshoz. Szóval persze, egyébként egyszerűnek hangzik, hogy cseréljünk ki egy gumibetétet egy feltöltőkábelen, vagy micsoda, de valójában azért bonyolultabb a dolog, és nem triviális anyagokból vannak ezek, még egyszer, hogy kibírják ezeket a borzasztó hideg, szuperhideg hőmérsékletet úgy, hogy közben még rugalmasan illeszkedjenek és szigeteljenek is. Tehát, hogy azért nyilván én ehhez nem értek, nyilván, de vannak mérnökök, akik ezzel foglalkoznak, és hát ők elkezdik kiértékelni. Az a jobbik eset, ha csak erről van szó, tehát abban az esetben még az sem kizárt, hogy magán a start helyen meg lehet ejteni a cserét. Viszont azért egyáltalán nem ez az egyetlen lehetséges magyarázat, és mondom, ez ebben a pillanatban ez még csak tippelgetés. Tehát mi történik akkor, ha ennél összetettebb a dolog, amire egyébként egyre nagyobb a valószínűség, akkor bizony az egész szerkezetet vissza kell gördíteni a függőleges szerelőcsarnokba, a Vehicle Assembly Buildingbe, ami egy hát ilyen nagyjából 120 méternél is magasabb nagy kocka alakú épület, hát a világ egyik legnagyobb térfogatú épülete, egyébként a szerelőcsarnok kategóriában mindenképpen, még a Saturn 5-ökhöz építették az Apollo program idején 50-valahány éve. Na most ugye az, hogy oda-vissza vinni a rakétát, és akkor ott végrehajtani a szerelést, majd újra kigördíteni a starthelyre, ugye ezekkel a lánctalpas szállítójárművekkel, amik 1 mérföld per óra sebességgel tudnak ott vánszorogni, hát bizony azért az önmagában egy húzós dolog, tehát ez mindenképpen egy több hetes procedúra, és most úgy tűnik, hogy ez fog bekövetkezni. Ez azt jelenti, hogy hát szeptemberben biztos nem indulhat el ez a jószág, és persze megvannak a startablakok, amit jellemzően ugye a Föld és a Hold helyzete határoz meg, hogy mikor lehet ezt a startot foganatosítani, és hát úgy tűnik, hogy hát legkorábban októberben lesz erre lehetőség, tehát végül is a Tilos Rádió hallgatói sem maradtak le semmiről mindeddig, tehát ez a repülés azért úgy tűnik csúszik, de hát persze semmi ahhoz képest, hogy 2016-ra ígérték először, tehát tudjuk, hogy ez egy ilyen műfaj, ahol csúszások vannak, Detre-Örs is sokat mesélt nekünk is, hogy ugye a web űrtávcsőnél még ennél sokkal nagyobb csúszások is voltak, tehát aztán mindenképpen végül is ott jól sült el a dolog, tehát úgy látszik érdemes várni. Persze itt az idő pénz, tehát rengeteg pénzbe kerül, ugye minden, tehát $millió mérhető egyébként minden hétnyi halasztás, tehát ezért igen. Ráadásul ugye van egy olyan plusz kockázata, hogy minél többet hagyja az ember kint például a starthelyen a rakétát, annál több egyéb hiba jelentkezhet. Egyszerűen azért, mert az időjárási viszontagságoknak ki van téve a rendszer, és hát ha már időjárási viszontagságokról beszélünk, akkor ne feledjük el, hogy Floridában ugye jön föl a hurikán szezon. Tehát ugye az már nyáron meg elkezdődik, és valahogy novemberig eltartogat, és egyébként pont október környékén elég nagy ilyen trópusi vihar, illetve hurikán aktivitást tudott kibontakozni. Tehát ez is mindenképpen egy olyan dolog, ami hát nem tűnik úgy, hogy segíti ezt a projektet, de a lényeg az, hogy hát előbb-utóbb azért csak történni fog valami. Jelen pillanatban mondom, az SLS, vagyis a Space Launch System ott áll a starthelyen, és várja, hogy elkezdődjön a küldetés. Na de mi is ez a küldetés? Hát ez a küldetés az Artemis I nevű küldetés, aminek nem kisebb a célja, mint hogy ember nélküli üzemmódban kipróbálja lényegében azt a repülést, amit néhány év múlva emberek fognak megismételni. Az SLS rakéta hegyében ott találjuk az Orion űrhajót. Az Orion űrhajó, ez egy nagy túlélő, igazából 2005 óta tervezgetik folyamatosan. Azt, hogy milyen rakéta vigye föl, azt már többször áttervezték, de az Orion űrhajó az megmaradt, és az Apollo kabinra megszólalásig hasonlító alakú, de annál lényegesen nagyobb és lényegesen bonyolultabb űrkabinról beszélünk, ami egyébként egy 4 fős legénységet tud majd szállítani rendszerint. és ez, amiről azt mondom, hogy Apollo alakú, az tényleg maga a személyzetes kabin, ami egy ilyen csonkakúp alakú egység, kerámia csempékkel beburkolva egyébként, szóval a hővédelem szempontjából amúgy például lényegesen különbözik az Apollótól, viszont ami hozzá kapcsolódik, hát az nem kis büszkeség ugye nekünk, hogy az Európában készült maga a műszaki ellátó egység, tehát mindaz, ami az űrhajósok számára szolgáltatja az oxigént, a vizet, meg ahol maguk a pályamódosításra szükséges hajtóművek vannak, illetve ahonnan a napelemtáblák, amik az energiát szolgáltatják az űrhajóhoz, azok kiállnak, az bizony Európában készült. Ugye ez egy zömében német fejlesztés, és hát azt az európai nemzetközi űrállomáshoz tervezett szállító űrhajónak, vagyis hát annak a ilyen hajtómű egységének a módosított változata, ennek megfelelően nagy része az Airbus felelős az elkészítésért, tehát ezt lényegében Németországban szerelték össze, ez is ott van. És tehát az lesz a feladat ennek a repülésnek, hogyha egyszer elindul ez az óriási rakéta, akkor szépen fölszáll. Egyébként a felszálláshoz a tolóerőnek a nagy részét nem is ezek az emlegetett hidrogén-oxigénes folyékony üzemanyaggal működő hajtóművek adják, hanem a tolóerő 70%-át egyébként 2 szilárd hajtóanyagú segédrakéta szolgáltatja, amelyek nagyon hasonlítanak ahhoz, amelyek a Space Shuttle programban szerepeltek, olyannyira, hogy itt konkrétan olyanokról beszélünk, amik repültek a Space Shuttle program helyban, tehát ezek újrahasznosított segédrakéták, persze igencsak át vannak alakítva, például hosszabbak lettek, tehát azért nagyon sokat, hát éveket dolgoztak rajta, de minden esetre ilyen értelemben kipróbált hardware-ről van szó, és akkor már említsük meg, hogy a folyékony üzemanyagú rakétahajtóművek is olyanok, amelyek közül 2 már megjárták a világűrt, többször is, a Space Shuttle fedélzetén. Annak ellenére, hogy ezek újra hasznosított berendezések azonban, tehát több olyan eleme van ennek a rakétának, ami konkrétan az a darab hardware, ami már megjárta a világűrt. Na ennek ellenére viszont az SLS maga, tehát ez a hordozó rakéta, ez nem újra hasznosítható. Tehát oké, hogy ezek a hajtóművek, meg ezek a szilárd hajtóanyagú gyorsító rakéták már többször megjárták a világűrt, de ez lesz az utolsó útjuk, ez borítékolható. Tehát itt most még a Space Shuttle programmal ellentétben, ahol egyébként a szilárd hajtóanyagú gyorsító rakétákat visszahozták és újrahasznosították, ugye nem ilyen fancy megoldással, mint manapság Elon Muskék, hogy szépen visszaszáll a rakéta egy drónhajóra, hanem egy fapadosabb verzióval, de visszahozták, konkrétan úgy, hogy ejtőernyővel alászálltak, bepottyantak az óceánba, és erre szakosodott hajók kiszedték. Kivontatták, kiszárították, újra feltöltötték szilárd üzemanyaggal, és újra munkába állhattak ezek a segédrakéták. Tehát bizony ez újrahasznosítható rakétafokozatok voltak, de most már nincs rajtuk ejtőernyő, meg most át lettek tervezve, tehát ez most teljesen eldobható ez az egész rakétakonstrukció. Amúgy ezért is támadják nagyon sokan, és ezért is kb. Egyértelmű, hogy azért nem ez a jövő. Tehát az SLS, és erre mondja talán Werner Norbi, hogy egy 50 évvel ezelőtti technológia, hogy ez bizony, hát az eldobható hordozó rakéták hosszú sorát gyarapítja, ami persze hosszú távon nyilván nem fenntartható. Tehát nyilván az nem oké, hogy minden egyes tart ilyen 10 milliárd dolláros nagyságrendű pénzeket elvisz. Amúgy ez nem igaz nyilván, tehát nyilván a második, harmadik, negyedik indítása ugyanennek a rakétának, ha lesz, már pedig a tervek szerint lesz, az nyilván a töredéke lesz az első indítás költségének, de még így is azért ennél maga messze menően alacsonyabb az, amit például a SpaceX tervez, ami egy teljesen újrahasznosítható óriás rakétát fejleszget. Ugye a nagy különbség azonban az, hogy az SLS az igazából elkészült, a Werner Norbi által víztoronynak nevezett Starship pedig, amit a SpaceX fejleszt, pedig egyelőre még nem. Viszont az SLS ott áldogál a starthelyen, és mégsem indult el. Szóval tehát, elindul a rakéta, visszatérve a repülés tervéhez, aminek tehát a tolóerő 70%-át a szilárd hajtóanyagú rakéták adják, amelyek aztán 2 perc után leválnak igazából, sőt, jól mondom én ezt? Igen. Szóval azok szépen leválnak, és akkor utána egyébként 8 perccel a start után leválik a fő rakétafokozat is, aztán végül van egy plusz gyorsító fokozat, és végül olyan nagyjából 2 óra 5 perccel a start után ez az Orion űrhajó ez elindul a Hold felé vezető pályára, ahol egyébként nem... Ugye mondtam most még egyszer, de ezt hangsúlyozom, hogy nem utaznak rajta emberek, viszont azért tele van mindenféle érdekes kísérlettel. Többek között olyan sugárdózis mérésére alkalmas kísérletekkel, amivel pontosan 1 éve beszélgettünk Hirn Attilával, fizikussal, aki az Energia Kutató Központban az űrdozimetriai laboratóriumnak a vezetője, és egyébként a Remred nevű cégnek a vezető kutatója is, és vezetője a cégnek tulajdonképpen, és ugye ő mesélte, hogy bizony az Orion belsejében olyan sugárdózismérők utaznak, amelyek arra valók, hogy megmérjék, hogy például egy élő szervezetet mekkora sugárdózis érne. Na most ugye ez nehéz, mert ugye oké, hogy jön a sugárzás kifele a napból, na de az, hogy konkrétan az embernek valamely szervét mekkora sugárzás éri, az ugye rengeteg mindentől függ. Például, ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy a májunk mennyire károsodik, ahhoz nem elég annyit tudni, hogy a napból kijövő sugárzás, kozmikus sugárzás, az mennyire erős, mennyire roncsoló a hatása, mert ugye a roncsolás az attól is függ, hogy például az adott szerv az hogy van elhelyezve az emberben. Tehát mennyire árnyékolja le úgymond az ember többi része azt a szervet, és ezért ez nem is annyira triviális dolog, és ez meg aztán főleg egyébként nehezen is mérhető, tehát még az Apollo űrhajósok idejében sem lehetett azt megoldani, hogy egy sugárdózismérőt berakunk az embernek a májába, tehát ilyet nem lehetett. Az Apollo űrhajósoknál voltak egyébként ilyen kis kumulatív dózist mérő kislapok, tehát az tulajdonképpen annyi, hogy végig az űrruhájukban volt valami olyan sugárzásra feketedő anyag, amit aztán a Földön kiértékeltek, és megkapták, hogy összesen a repülés során mennyi dózist kaptak az emberek. Most ugye a magyar űrkutató azzal csináltak forradalmat az 1970-es, 80-as években, hogy a Farkasberci repülésére kifejlesztették azt a dózismérőt, amit ugye pillének hívnak, ami lehetővé teszi, hogy ne csak a kumulatív dózist mérjék, tehát nem azt, hogy valaki, mit tudom én, felmegy egy hétre az űrbe, és akkor utána megmondják, hogy na, összesen ennyi sugárzást kaptál, hanem azt is lehet vele mérni, hogy mondjuk napról napra, vagy akár néhány óráról órára hogyan változott ez az érték, hiszen egy nagyon pici kiolvasó berendezést fejlesztettek, ami termolumineszcens, tehát úgy működik, hogy a sugárzásra érzékelést fejlesztettek, ami termolumineszcens, tehát úgy működik, hogy a sugárzásra érzékeny mintát, ami valamiféle gipszkristály, én nem is tudom pontosan micsoda, azt szépen felhevítenek olyan hőmérsékletre, hogy úgymond ki tudják olvasni, és ezzel visszaállítják egyébként a kristályt az alapállapotba, aztán utána kiveszi az ember a kiolvasó készülékből ezt a kulcsot, vagyis mérőfejet, és akkor onnantól kezdve újra tudja mérni a tulajdonképpen kiolvasott sugárdózis után folytathatja a mérést, és akkor persze föl lehet írni egy naplóba, vagy le lehet menteni egy memóriakártyára azt, hogy éppen a kiolvasás pillanatában mennyi volt a sugárdózis. Tehát ezzel, hogy ezt meg tudták csinálni, ezzel forradalmasították az űrdozimetriát, mert még egyszer, azelőtt csak kumulatív dózist lehetett mérni. Ezt jól elmondta Hirn Attila, tessék meghallgatni a tavaly augusztusi valamelyik Sokolébresztőt. Sajnos nem tudom most így hirtelen reprodukálni, hogy hanyas számú, de minden megtalálható, ugye többek között a Tilos archívumában is, és megtalálható a Parallaxis platformjain is. Ugye az egy jó kiindulási hely egyébként a parallaxis.emtv.hu, de egyébként már olyan doménünk is van, hogy sokolébresztő.hu, vagyis sokolébresztő.hu, ahol szépen listázva látható az összes adásunk, meg a hozzávaló ilyen kísérő cikkek, amiket ugye mindig csütörtökönként írok, tehát hétfőn van az élő adás, de csütörtökön van a podcast premier ottan, és ahhoz mindig van egy kis plusz szöveg is, meg extra info, meg YouTube videó, meg minden, szóval érdemes arra kattintgatni. Na de, szóval ugye az a lényeg, hogy azzal volt a forradalom annak idején ugye a sugárdózis kutatásban, hogy hát azért nem lehetett korábban ezt a rendszeres kiolvasást megcsinálni a fedélzeten, mert az összes korábbi kiolvasó készülékek azok marha nagyok voltak, és egyszerűen nem lehetett fölvinni az űrbe. Tehát nyilván egy 50 kilós berendezést, tehát nyilván fel lehet vinni, de annyira nem volt kruciális fontossága a kérdésnek, hogy minden személyzetes űrrepülésre még plusz 50 kilót rászánjanak arra, hogy egy marha nagy kiolvasó készülék ott van a fedélzeten. Na most a akkori KFKI, AEKI, ugye ebből lett az Energia Kutató Központ, de annak idején úgy hívták, hogy Központi Fizikai Kutatóintézet Atomenergia Kutatóintézete. Apáti István vezetésével akkor csinálták meg ezt a pille nevű dózismérőt, ugye az a pille könnyű, az azt jelenti, hogy 1 kilóba meg tudták oldani az egészet, és 1 liter térfogatban, tehát tényleg ilyen pici, mint egy ilyen egy literes üvegvíznyi kis szerkezet megoldja a dolgot. Szóval hát igen, ez volt a pille. Na most ez forradalmasította a dolgot, de még egyszer, ezzel még mindig csak azt lehet csinálni, hogy az ember beleteszi mondjuk az űrruhája zsebébe, és megméri, hogy oda mennyi jut. De azt, hogy mondjuk a hasnyálmirigye, mert mennyi dózis éri, azt mondja, nem lehet megcsinálni. És akkor erre fejlesztették ezeket az úgynevezett fantomokat, egyébként megint egy ajánló, Strádi Andreával, aki ott az LK-ban dolgozik, ugyanebben a csapatban volt egy eléggé menő interjú, amit a Space Junkie-sok csináltak, ott a YouTube-on meg lehet náluk nézni, az Artemis fantomjai, azt hiszem ez a címe, tehát ő sokkal részletesebben elmeséli ezt a dolgot, de a lényeg az, amennyire én tudom, hogy sikerült olyan bábukat kifejleszteni, amik egy sugárzás áteresztő szempontból ugyanolyasmi anyagból készültek, mint az embernek a különböző részei. Tehát olyan bábuk, amik ilyen kocsonyás, meg én nem tudom milyen anyagokból készültek, amiknek tényleg olyan az áthatoló képessége, mint az egyes emberi szerveknek, és ebből összeraktak egy ilyen bábut, amiknek tehát a belsejében lehetett elhelyezni ilyen mérőfejeket. Most persze a dolog hátránya, hogy ez megint csak a kumulatív dózist fogja nekünk lemérni, tehát megint csak az Orion esetén, hogy ezt Hirn Attila a tavalyi interjúban elmondta, ugye nem lehet sajnos megoldani azt, hogy napról napra, óráról órára kiolvasni a sugárterhelést, de azért abban meg mégiscsak új lesz ez az egész dolog, hogy viszont a kumulatív terhelés, tehát hogy a 2 hetes repülés alatt, tesztrepülés alatt mennyi összdózis éri a szervek helyén elhelyezett mérőfejeket, ebben az emberanalóg fantomban, vagy bábuban, az egy teljesen újszerű adat lesz, és ilyen adat az Apollo programban sem volt. Tehát kérdezték többen, kommentelők itt-ott, hogy miért nem végeztek ilyen méréseket az Apollo-ban. Jogos a kérdés, de akkor még nem tudtak ilyen jó fantomokat csinálni, az űrhajósok belsejébe meg nem műtöttek bele ilyen dozimétereket, viszont ez iszonyatosan fontos. Mert most már egyébként tudjuk, hogy vannak olyan szervek, amik nyilván értelemszerűen különösen érzékenyek a plusz sugárzásra. És hát a sugárzásról beszélünk, akkor igazából vannak itt tulajdonképpen annyira nem rózsás hírek egyébként a sugárzás helyzettel kapcsolatban, ugyanis ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé rosszul van időzítve az Artemis program. Mire gondolok én? Ugye arra gondolok, hogy ugye ismert dolog, hogy van ilyen, hogy naptevékenység. Tehát vannak ilyen naptevékenységi ciklusok. Ez azt jelenti, hogy jellemzően 11 évente jobban süt a nap, és ez azt is jelenti, hogy több sugárzást bocsát ki. Nyilván ezek icipici kis ezrelékes nagyságrendű ingadozások, ami a teljes kibocsájtott sugárzást illeti. Tehát most ettől nem látjuk fényesebbnek a napot, meg nem ettől melegszik a föld, meg, tehát nem erről van szó. Viszont például igen, csak tetten érhető ez a 11 éves naptevékenységi ciklus a kozmikus sugárzásban. Na most az a helyzet, hogy ez a 11 éves napfoltciklus és naptevékenységi ciklus, ez egészen pontosan úgy jön ki, hogy éppen mostantól egy nagyon durván emelkedő ágban van a naptevékenység, és hát a csúcsát, tehát ez a naptevékenységi ciklus a maximumát, azt az előrejelzések szerint 2025. júliusában fogja elérni, ami egyébként elég szomorú hír, mert ez azt jelenti, hogy az Artemis programnak az a része, ami teljesen be van tervezve, az pontosan egy aktívabb napidőszakba esik az egész. Ezzel szemben az Apollo programmal relatíve szerencsénk volt, hiszen 1968 és 72 között nem volt ennyire aktív a nap. Ráadásul nagyon úgy tűnik, és köszönöm Takács Tamásnak, nagy rajongónknak és rendszeres törzshallgatónknak a téma ajánlatot, hogy bizony ő szúrta ki azt a hírt, hogy a szokásosnál 10-szer gyorsabban süllyednek mostanában a Föld körül keringő műholdak, ami alatt azt kell érteni, hogy ez is természetesen a naptevékenységgel függ össze, hiszen amikor a naptevékenység egy aktívabb szakaszba vált, az azzal függ össze, hogy a Földnek a felső légköre jobban kitágul, és emiatt egyébként jobban fékeződnek a műholdak, hiszen ne feledjük el, hogy annak ellenére, hogy az ottani úgymond légkör, hát felső légkör az lényegében ritkább, mint a földi laborban előállítható legjobb vákum, de hát azért mégiscsak a Föld körül keringő műholdakra mégiscsak hat ez a fékező erő, és emiatt aztán persze folyamatosan csökken a műholdak pályamagassága, ezért mindig újra és újra be kell gyújtani a kis hajtóműveiket, hogy emeljék a pályákat. Ugye ugyanez igaz természetesen a nemzetközi űrállomásra is. És akkor ugye most erre volt egy ilyen adat, ami jól érzékelteti a naptevékenységnek a vártnál gyorsabb növekedését. Azt mondja, hogy a legutóbbi 5-6 évben, mondja az ESA-nak az egyik küldetésmenedzsere, Anja Stromme, vagy Stromme, nem tudom. Szóval ő mondja azt, hogy az elmúlt 5-6 évben a Föld körüli alacsony pályán keringő műholdak úgy süllyedtek, hogy olyan 2,5 kilométert csökkent a pályamagasságuk évente, de az elmúlt december óta, azóta lényegében decembertől áprilisig 20 kilométert estek. Vagyis nem, tehát nem olyan ütemben süllyedtek, hogy egy éves süllyedésre kiszámolva az 20 kilométeres éves esés lenne, szemben ugye a 2,5-lel. Tehát ez majdnem egy 10-szeres faktor, és akkor még csak az elején vagyunk annak, hogy növekszik a naptevékenység. Még egyszer, a naptevékenység növekedése az a Föld légkörének, a felső légkörének a kitáguláshoz is vezet. Most ez az Oriont amúgy speciál, az Artemis programot, a jövőbeli emberes holdutazásokat annyira nem érinti természetesen, viszont a sugárzási aspektus igen, mert jól tudjuk, hogy ez azzal jár együtt, hogy megnövekszik a kozmikus sugárzás. Na most a nemzetközi űrállomáson utazó űrhajósok persze, akik 400 kilométeres pályamagasságon keringenek, azok igencsak védve vannak ettől, hiszen a Föld mágneses tér az nagyon nagy hatásfokkal elvezeti tulajdonképpen a bejövő töltött részecskéket, amelyek a nap felől érkeznek, de a nap felől érkezve, hát hogy mondjam, csak belegabajodnak a Föld mágneses erővonalaiba, és azok a Föld mágneses vonalai lényegében ilyen, hát ilyen spirális, hogy mondjam, csak ilyen helix-szerű pályák mentén az erővonalak körül körözve oda irányítják ezeket a részecskéket az északi és déli sark mágneses pólusok közelébe, ami azt jelenti, hogy ott ugye ott csinálják a szép sarkifényt, és az űrhajósokat, akik meg ennél alacsonyabban keringenek, őket ilyen módon a magnetoszféra és a Föld mágneses tere megvédi a kozmikus sugárzástól, legalábbis ami a töltött részecskéket illeti. Ám de ugye az a probléma, hogy amikor az ember a Holdra utazik, akkor azért van baj, mert akkor az ember már kirepül a Föld mágneses védőburka fölé, és akkor emiatt aztán hát az a probléma, hogy akkor direktben kapja meg ezt az óriási adagot. Na de a holdbázis szempontjából azért egy jó hír, ami szintén az elmúlt heteknek az egyik híre, hogy a hold körül keringő Lunar Reconnaissance Orbiter nevű űrszonda képein a NASA felfedezett olyan holdi alagutakat, tehát tulajdonképpen barlangokat, amelyeket ilyen láva folyások váltak ki, tehát ezek ilyen láva járatok, láva tube-nak hívják, ezt magyarul nem is tudom micsoda, a láva alagút talán, ahol egyébként a becslések szerint és a mérések szerint is olyan kellemes hőmérséklet van, hogy 17 fok. Tehát tulajdonképpen egy kellemes szobahőmérséklet van, ahol konkrétan lehet lakni, és a kozmikus sugárzástól is védve vagyunk. Ugye a holdbázis esetében régebben is felmerült, hogy a nagy bejövő sugárzás ellen a Holdon, ha majd az Artemis program sikerrel jár, és az emberek elkezdenek sok ideig lakni a Holdon, nem úgy, mint az Apollo időben, hogy 2-3 nap, hanem mondjuk hónapokat, vagy hát nehogy Isten, éveket töltenek a Holdon, akkor ugye azt lehet majd csinálni, hogy hát olyan bázist kéne építeni, mert holdpor, vagyis a regolit alatt van. Mert hogy ugye az elnyeli a sugárzást, hogyha az ember szépen beássa magát a felszín alá. De hát ez egy nagyon technikailag nehezen kivitelezhető valami lett volna mégiscsak ásni egy bazinagy alagutat a Holdon. De szerencsére úgy tűnik, hogy a természet ezt megoldotta nekünk, és a mérések szerint ugye ez nem csak jó mélyen van ahhoz, hogy a sugárzástól megvédje az űrhajósokat, hanem egyébként egy teljesen kellemes hőmérsékletet is biztosít egyúttal, tehát ez nagyon érdekes dolog. De hát az űrkutatás szempontjából még nagyon sok egyéb terv is van a jövőben, az Artemis az csak az első lépés, és hát, hogy távolabbra tekintsünk, egy fiatal kollégát, sokak kedvencét, Rakétafüstöt, aki már néhány napja iskolás, tehát már nem mondható, hogy az óvodás állandó szakértőnk, hanem azt kell mondanunk, hogy a kisiskolás állandó szakértőnk. Őt kérdeztem meg egy interjúban arról, hogy milyen tervek várhatók a jövőben, mi lesz az emberes űrhajózás jövője, úgyhogy ezt most gyorsan be is játszom. Szerintem tanulságos. Itt van velem Rakétafüst kolléga, akit arról kérdezek, hogy milyen lesz a jövőben az űrhajózás. Hát valahogy olyan, hogy nagyon nagyok lesznek az űrállomások, és nagyon pici, de össze lesznek csomagolva, és aztán fel fognak fúvózni, sok ilyen a terv, és a rakétánkban több üzemanyag fog elférni, mint a mai SLS-ben, és ugyanúgy, de viszont kisebbek lesznek. És hát ha engem kérdeznek, akkor kb. Akkora, mint mondjuk a Space Shuttle, és őt azt hiszem, lehet, hogy kb. Ugyanakkor a Falcon, ha jól mondom, a Falcon Heavy, vagy a Falcon 9, tehát kb. Ekkora méretűkre gondoltam. Olyan fajta kis ügyeszközöket terveznek, amik olyanok, hogy ha kisbolygó, meteorit, üstökös, bármi, valami dolog begyepül meteoritként a Földbe, vagy eféle, azt el tudja ezen ügyeszköz kapni. De most átadom Vince Miklósnak a szót. Igen, és mi a helyzet például az olyan hajtásmódokkal, mint például a lézertolás, amit mostanában egyre többször emlegetnek? Lehetséges azt űrhajók tolására használni, mondjuk a Föld felszínéről? Hát, nem nagyon, hát azt mondom, hogy lehet, de az egy veszélyes. Tehát eltalálhat bármit, egyrészt, ha valami hiba történik, tulajdonképpen úgy tervezték, hogy nagyon pici ügyszondák eljutnának a macsra, és nagyon pici macsrágyok kimennének. Eféléket lehet tudni, hogy terveznek nagyon piciket, és terveznek ilyen űrállomásokat, amik lézerrel akarnak menni, tehát vagy nagy, vagy nagyon kicsi. Tehát így itt tartunk mi most. És azt hogy lehetne megoldani, hogy egy űrállomáson ne legyen az embereknek súlytalanság? Úgyhogy vagy fogyogna az ügyhajó, de ezt gondolom biztosan már nagyon is megy. Igen, hát jó, de attól még ez tényleg egy fontos ötlet, hogy egy nagy forgó űrállomáson bizony lehet, hogy megoldható, hogy az emberek oda tapadjanak a falhoz, és akkor mondjuk nem lép fel a súlytalanságnak a káros egészségügyi hatása, izomsorvadás, csontritkulás, úgyhogy hosszú távú űrutazásnál ez elég fontos. Hát igen, de vigyázni kell a fogygatásra, azért nagyon, mert megint felmegyülnek a technikai hibák, hogy vagy túl gyors, vagy túl lassú, és ezt leginkább ilyen lapos ügyállomásokba tervezik, amit jól megépítettek, de azok hatalmasok. Tehát akkor ezek az ügyállomások, amik, hogy kb. Egy egész vágyos van benne, de akik benne könyvben lehet sétálni. Hát de gondolom egy ilyen óriási űrállomást igazából az űrben szerelnének össze. Tehát nem egyben jó, küldenék föl, hanem sok kis darabban. Jó, csak az a baj ezzel, hogy ez nagyon sok időbe telne, és azóta már lehet, hogy teljesen mást akarnának, mire az megépülne, és még ilyen eszközeink sincsenek, amik ezt meg tudnák építeni. Jó, tudom, hogy könnyűnek tűnik, hogy mondjuk egy rakétára, vagy műholdra, vagy ügyeszközre felszerelünk egy munkagépet, és úgy működni fog, de nem, ez egyáltalán nem ilyen, hanem nagyon nehéz, nagyon sok levegő kell ehhez, nem is beszélve arról, hogy az űrállomás az hogy fog ott helyben lebegni. Arra egy megoldás lehetne az űrlift. Hát ezért gondolnak szénnanocsövekre. Viszont a szénnanocsövek, azok nagyon nehéz a felkutatásuk, és hát tudják, hiába egyősek, könnyűek, viszont könnyen töredeznek. Tehát úgy, hogy egyősen tagyják meg, ami ott van, viszont el tudnak töredni, és ezekkel nagy baj van. Tehát ezek voltak Rakétafüst kolléga meglátásai a forgóűrállomásokról, a szénnanocsövekről, illetve a rakétahajtás jövőjéről, a lézertolásról. Viszont, hogy más meglátásoknak is teret engedjünk, bekapcsolom a telefonvonalakat is. A Tilos Rádió telefonszáma változatlanul az, hogy 215 37 73 a budapesti előhívó szám után. És addig még, amíg jönnek esetleges betelefonálások, addig én még mesélek arról, hogy ez az SLS az Orion űrhajón kívül mi mindent szállít, mert ne higgyük ám azt, hogy ez az egyetlen hasznos terhe, mert igazából magával visz nagyon sok, össze is számolom mindjárt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 darab másodlagos terhet, amik mindegyike rendkívül érdekes icipici űrszonda, ezek ilyen CubeSat kategóriás kicsi űreszközök, olyanok, amikről Werner Norbival vagy Pál Andrissal szoktunk beszélgetni, meg amiket ők építgettek. Most nagyon érdekes küldetések, és ezek mind-mind tulajdonképpen, amikor elindul az űreszköz a hold felé, tehát amikor ugye már 2 órával a start után majd megtörténik a holdirányú pályára állás, és az Orion űrhajó leválik, akkor nem csak az Orion űrhajó fog leválni, hanem ugye a gyorsító fokozatból kilöködnek ezek az egyéb ilyen kicsi másodlagos terhek is, amelyek közül nekem a személyes kedvencem az egy japán fejlesztés, ami a japán űrügynökségnek a fejlesztése, aminek egyébként az a neve, hogy Omotenashi, ami egyébként japánul azt jelenti, azt hiszem, hogy vendégszeretet, vagy valami nagyon hasonló. De természetesen nem kell csodálkoznunk, hogy ez az űrkutatás, tehát igazából ez is egy betűszó, egy angol betűszó, tehát az Omotenashi az azt rövidíti ebben az esetben, hogy Outstanding Moon Exploration Technologies Demonstrated by Nano Semi-Hard Impactor. Tehát Semi-Hard Impactor, ami azt jelenti, hogy ugye, hát hogy mondjam csak, félkemény becsapódó egység, ami konkrétan azt jelenti, hogy tényleg egy kicsi űrszondát eljuttatnának a hold felszínére, tehát még egyszer, az SLS fedélzetén utazik egy pici űrszonda, amit a japánok építettek, és bár az Orion űrhajó az csak megkerüli majd a holdat, és visszajön a földre, de ez a pici japán szondácska, ez megkísérel leszállni a holdra, mégpedig lényegében szabad eséssel. Tehát lesz egy nagyon kicsi fékezés benne egyébként, egy pici rakétás fékezés, de a legvége a lezuhanásnak a hold felszínére az egy nagyjából 50 centis felfújható ballon belsejében történik, tehát ez a szonda majd rá fog zuhanni a holdra, és ott pattogni fog, és ez a kérdés, hogy mennyire éli túl, mennyire alkalmas ez a módszer arra, hogy kicsiny mérő eszközöket eljuttassanak a holdra. Ez egy tök érdekes dolog, és nagyon menő lenne, hogyha egy ennyire pici űrszonda, mint amekkora ez tényleg ilyen 10 kilós kis szerkezet, tehát hogy ez mennyire, azért hívják ugye nanoimpaktornak, tehát hogy ez mennyire egy jó módszer arra, hogy pici eszközöket juttassanak a holdra, ez tök menő lenne, és a másik kedvencem egyébként, hogy itt szemezgessek a másodlagos terhek közül, az a Near Earth Asteroid Scout nevű küldetés, ami a NASA-nak egy saját küldetése, a Huntsville Marshall űrközpontnak a fejlesztése, aminek pedig az lesz a feladata, hogy nem is csak a holdhoz, hanem repül egyenesen tovább egy földközeli kisbolygóhoz, ám de nem akárhogyan fog ő oda repülni, hanem napvitorlával. Tehát ez azt fogja kipróbálni, hogy mennyire lehet egy napvitorlás hajtást használni arra, hogy megközelítsen egy kisbolygót, egy földközeli kisbolygót. Úgyhogy ez egy igencsak menő küldetés, és persze ott van mindenféle más ilyen szondácska is. Most egyébként ez is egy érdekes kérdés, hogy Werner Norbitól is hallottunk ilyen sztorikat, hogy persze, hogy ezek a szondák várakoznak, és hát ugye a halasztás van, az akkumulátoraik pedig szépen merülnek lefele. Most ugye a CubeSatok azok olyanok egyébként, hogy napelemekkel rendelkeznek, de amíg nem állnak földkörüli pályára, addig is kell nekik egy kicsi akkumulátor, például pont azért, hogy például ki tudják majd nyitni a saját napelemeiket, meg el tudják kezdeni legalább azt a folyamatot, hogy beforgassák magukat a nap felé, meg ilyenek, hogy aztán onnantól a napelemtábláikon keresztül tudják magukat tölteni. Tehát kell, hogy legyen egy pici aksijuk, ám az aksik persze a nagy várakozásban le tudnak merülni. Ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy most itt csúszik szépen ez az SLS start. Nyilván az Orion az elsődleges teher, de közben persze nyilván azért itt is teljes kutatói karrierek vannak emögött a 10 pici egyéb szállítmány mögött is, tehát azért az is bizony egy szempont, hogy ezeket sem szabad ám úgy feltölteni, hogy le van merülve az aksi. Tehát az a kérdés, hogy például mikor merülnek le, azért ezek így 1-2 hét alatt le tudnak merülni már ilyen helyzetben, illetve hogy mikor van lehetőség ezeknek az újratöltéséhez, és mennyire kell az egész szerkezetet szétszedni ahhoz, hogy a kis műholdaknak az akkumulátorait feltöltsék, amik tehát a rakéta belsejében vannak elhelyezve. Én úgy tudom, hogy ezt kívülről is lehet tölteni, de azt is hallottam, hogy ezt lehet, hogy csak a VAB-ben lehet tölteni, tehát a nagy szerelőcsarnokban. Tehát ez is egy ok arra, hogy hát ha nagyon sokáig elhúzódik az akció, a várakozás, akkor persze amúgy is mindenképp vissza kell vinni a nagy szerelőcsarnokba, de hogyha például olyan állna elő, hogy mondjuk a technikai dolgokat meg lehet javítani ott az indítóálláson, de mondjuk időjárás miatt halasztanak mondjuk sokat, ami nem indokolja azt, hogy visszavigyék a szerelőcsarnokba önmagában, de azt indokolja, hogy ne induljon el a rakéta. Ha ez a forgatókönyv bekövetkezik, akkor bizony előfordulhat, hogy a kis műholdaknak az aksia, vagyis nem is műholdak ezek, kis űrszondák, hogy ezen nem a Föld körül fognak keringeni, vagy hát csak annyira, mint a Hold, szóval nem... Na, szóval, hogy nevezzük inkább kicsiny űrszondáknak ezeket a másodlagos tereket. Szóval ezeknek simán benne van a pakliban, hogy lemerül az akkumulátorok, és ezeket nem lehet a rakétának a saját rendszeréből visszatölteni, mert ezek teljesen független rendszerek, és közben jött egy telefon, úgyhogy ezt már is megpróbálom felvenni. Jó reggelt, Sokolébresztő! Üdvözöllek, antennás vagyok, egyszer már régebben hozzászóltam a holdutazás közbeni sugárzási veszélyekre. Most másról szeretnék hivatkozni, egy kicsit talán nagyon nagy visszalépés, de említetted a vertical assembly building-et, ahol tehát szerelik ezeket a függőlegeseket. Itt szeretném megjegyezni, van ez a állandóan visszatérő gazdasági kérdés, hogy milyen iszonyú sokba kerülnek ezek az utazások, és ezért milyen kár. Na most azért azt látni kell, hogy igaz, hogy az egész Apollo program, meg sőt az előtte levő Gemini és Mercury mind egyfajta űrverseny, és hát végülis a két nagyhatalom közötti küzdelem terepe volt, ettől függetlenül az ott létrejött értékek azért megvannak máig. Így van. Mondom, hogy mással kapcsolatban nem lehetett volna például a híradástechnikai dolgokat kifejleszteni, de azért mégiscsak az a know-how, az megvan. Az épület áll, lehet, hogy ki kellett cserélni a darukat, meg ilyesmi, de ettől függetlenül a legnagyobb érték az a telek, az épület és a hardware. Úgyhogy ezt érdemes tudatosítani, hogy nem feltétlenül kár, ha valamiben beruházunk, mert az utána évtizedekig is jó, főleg, hogyha jó döntést hoztunk. Igen. Csak ez kétélű fegyver is tud lenni, mert éppen az, hogy ezek nagyon jó infrastruktúrák, és az egész SLS az tényleg abból jött ki, hogy a létező Apollo és Space Shuttle infrastruktúrát minél jobban újrahasznosítsák. Ugye említettem is, hogy például konkrétan a hajtóművek, meg a gyorsító rakéták olyanok, amik már megjárták az űrt a Space Shuttle programban, tehát itt egészen durva szintű az újrahasznosítás, meg a korábban termelt értékeknek a lelegelése, úgymond, igen. Viszont ugye ugyanakkor ez meg is köti a kezünket, tehát a Werner Norbi talán ezért úgymond fikázza a projektet, hogy 50 éves technológia, hogy igen, ugyanennek a dolognak az a hátránya, hogy egy csomószor az a helyzet, hogy ma már úgy tűnik, hogy talán néha egyszerűbb lenne kezdettől fogva megtervezni valamit a mostani fejünkkel, mint hogy ugye azt a bejáratott módszereket követve, de biztonságosan haladjunk tovább, amiknek tényleg az alapjait még a 60-as években rakták le. De ez mind a kettő teljesen valid, és én egyébként nem osztom a Werner Norbinak a véleményét, hanem sokkal közelebb vagyok a tiédhez, hogy ez egy ilyen szerves fejlődés kell, hogy legyen. Között vagyok, mert az én szakmában is olyan dolog volt, hogyha valamit nagyon a régi nyomokon kellett haladni, akkor rögtön felmerült bennem, hogy azért mégiscsak valami újat kéne kezdeni, de azért meg kell tartani az értékeket. Most az én panaszom egyébként itt a új programmal kapcsolatban valóban az, hogy semmi lépés nem volt a újrahasznosíthatóság felé. Igen. Ez talán tényleg kár, és ez igazolható, de én ezt betudom annak, hogy azért ez nagyon bonyolult feladat volt, és lássuk be, hogy többi nemzet sem tudta ezt még megcsinálni. És lehet mondani, hogy kínaiak tettek már oldjárót, de azért az egy egyszerűbb dolog. Igen. Ami inkább panaszom, hogy például az Orionnak az energia ellátásában végül szerintem legalábbis visszalépés történt, mert az a üzemanyagcellás rendszer, amit az Apollo-ban megcsináltak, az remekül teljesített. Ugye már a Gemini-ben próbálták, ott voltak vele problémák, de utána kicsiszolódott, és semmi gond nem volt. Hát még állítom. Igen, elegáns dolog, ugye, hiszen a rakéta is a hidrogén-oxigén kombinációval megy, és akkor ugyanilyen módon egyébként arra is lehetett ezt használni tulajdonképpen az autókban levő üzemanyagcellákhoz hasonlóan. Ennek a méreteit, vagy... Kétségtelen persze a hidrogén tárolás az továbbra is egy gyerekjáték, és a napelemet egyébként én pártolom itt a Földön is, tehát nem arról van szó. Csak én úgy érzem, hogy itt minthogy... Igen, ebben talán igazad van, de itt igazából ott meg az ugye a fejlesztési sztori, hogy az európaiak úgy jöttek be a képbe, hogy ezt ők csinálják, és nekik meg ez készen volt. Tehát ez meg a másik érvet, ha ez kapcsol vissza, hogy igazából ott is egy korábbi know-how-nak az újrahasznosítása történt, mert a mostani Orionnak a hátsó része az, amint mondtam, az az európai teherűrhajónak, amit az ISS-re küldtek többször, az egyenesági leszármazottja, és a napelemei azok kb. Pont ugyanolyanok. Igen, igazolt a Rosetta program is, hogy azért európaiak is értünk a napelemekhez, nyilván mindenki, de ez egy igazolt. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani, a gazdaságoságra figyeljünk, még ilyen nagy összegeknél is, és még egy pici dolog. Egyszer azt hallottam, megkölkentem, hogy az Apollo pontosabban a Saturn űrhajónak a tervrajzai eltűntek, ez persze egy valami újságírói rossz fogalmazás volt, de nem igaz, nem tűntek el, és azért nem tudnák megcsinálni, hanem az emberi know-how, amit az azóta kiöregedett, sőt elhalálozott tervezők és technikusok kezébe volt, hogy kell gyakorlatilag legyártani a dolgokat, ezért nem tudnák újra csinálni. Igen. Ez nagyon fontos pont. Ezt én is szeretném kihangsúlyozni. Nekem ez akkor ütött igazán szíven, amikor a 2000-es, 2005-2007 környékén talán volt egy olyan hír, amit nem is tudtam, hogy sírjak-e vagy nevessek, ezt meg gyorsan elmondom, akkor ugye még fejlesztették az Oriont magát, és nem is az, hogy eltűntek a tervrajzok, de mindent a tervrajzokról se lehetett érteni talán, és akkor egy valós jelenet volt az, hogy az Orion tervező mérnökei, a NASA és a Lockheed Martin részéről delegált szakemberek, oda mentek a Kennedy űrközpont látogató központjába, ahol mindmáig ki van állítva az egyetlen olyan teljesen megépült Apollo űrhajó, ami nem repült. Tehát ami a Skylab-be használták volna mentőűrhajónak, de nem volt rá szükség, és az ott van. Tehát ez egy teljesen repülőképesre, full megépített pöcre kész Apollo űrhajó, ami nem repült, és tényleg ilyen történt, hogy ők mentek oda, és szétcsavaroztak ezt-azt, és megnézték, hogy hogyan is csinálták ezeket az illesztéseket a régiek, mert hát tehát lényegében régészkedést folytattak, mert amit mondasz, úgy tűnik, hogy annyira elveszett bizonyos értelemben a folytonosság, hogy azt már ilyen régészkedés módján kellett, nem tudom másképp fogalmazni, kellett ki. Reverse engineering-el kellett visszafejteni, hogy csinálták ezt, és hát ez egy kicsit szíven ütött, és tényleg ebből a szempontból abszolút érthető az a törekvés, hogy most a Space Shuttle örökségével ezt nem akarta hagyni a NASA, meg a szenátus, és hát lényegében ennek az eredménye lett ez az SLS. Igen. Köszönöm szépen a szót. Én is köszönöm, le is járt az adásidő. Igen, így van, nagyon köszönjük. Köszönöm. És minden más hallgatóknak is nagyon köszönjük, az adásidőnk lejárt, úgyhogy véget ért. A mai Szokolébresztő 2 hét múlva jelentkezünk ismét. Addig vigyázzon mindenki magára, jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.